Bemutatták a megyei klímastratégiát. A fő cél, hogy a társadalmi és gazdasági szereplőket felkészítsék az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra. Jó ütemben halad a felújítás, nyár elejére elkészül a nyíregyházi szabadtéri színpad, amely a kormány Modern Városok programja keretében közel 1,2 milliárd forintból újul meg. Cukrászkupa, torta díszítésben mérhették össze tudásukat a megye cukrász tanulói Nyíregyházán. Bemutatták a települési önkormányzatok számára készített megyei klímastratégiát. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei klímastratégia fő célja, hogy a társadalmi és gazdasági szereplőket felkészítse a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra, valamint a szükséges intézkedések és beavatkozási irányok meghatározására. A klímastratégia az éghajlatváltozás mérséklése mellett a változáshoz való alkalmazkodást is elősegíti. Szélsőségesen meleg nyarak, szárazság és elsivatagosodó vidék. Ezek az éghajlatváltozás leginkább jellemző tünetei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megyei közgyűlés legutolsó ülésén jóvá hagyta azt a klímastratégiai dokumentumot, amely útmutatót nyújt a települési önkormányzatok számára ahhoz, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelni, akár a mezőgazdaság, a katasztrófavédelem vagy a vízgazdálkodás szempontjából. Hangzott el a megyeházán a klímastratégia ismertető rendezvényét megelőző sajtótájékoztatón. Látjuk mindannyian napi tapasztalata, éppen a tegnapi nap során egy újabb melegrekord dőlt meg Magyarországon. Tehát napi tapasztalatunk, hogy változik az éghajlat, és ez nem csak egy-egy hőmérséklet ingadozásban, vagy egy kiugró eredményben látszik, hanem a statisztikai adatok is azt mutatják, például egyet kiragadjak, ami a megyéket érinti, az utolsó 30 évben plusz egy Celsius fokkal nőtt a megye átlag hőmérséklete. Ez egy ilyen időtában nagyon jelentős változás, és ezekben az időjárási szélsőségekben jelenik meg. Ezért volt nyilván Magyarország kormányának is vállalása, hogy európai nős támogatások, programok segítségével minden megyében, Magyarország minden megyében kidolgozásra kerül egy stratégia, amelyet aztán helyi stratégiák megalkotása is követ. Leginkább az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésére és a klímaváltozással kapcsolatos szemléletváltozásra van szükség ahhoz, hogy megyénkben is hatékonyan fel tudjunk lépni a minket érintő változásokkal szemben, mondta el a sajtótájékoztatón a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettese. Három pillérre épült ez a stratégia. Egyrészt, hogy hogyan lehet csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, a jelenlegi szintről hogyan lehetne a csökkenés felé elmozdulni. Másrészt megvizsgáltuk, hogy hogyan tudunk adaptálódni a megváltozott körülményekhez, hogyan tudjuk ezt az előnyünkre fordítani. A harmadik pillér, és talán a legfontosabb az első kettő mögött, pedig a szemléletformálás. Erre nagyon nagy szükség van, hogy a lakosságon megértse, hogy ez nem valakinek a problémája, ez mindannyiunk problémája. Szuhocki Gábor, a projekt konzorciumi partnere elmondta, a klímastratégiát összefoglaló dokumentum két év alatt készült el, de ezzel még nem ért véget a közös munka. Kettős célt tűztünk ki magunknak. Az egyik, a klímastratégia utolsó részében világosan vannak azok a feladatok meghatározva, amelyeket lakossági, önkormányzati, költségvetési intézményi vagy éppen vállalkozói szinten ennek a tímnek, aki most másfél évig együtt dolgozott, vinnie kell. Ezek a különböző pályázatok előkészítésében és lebonyolításában való segítségnyújtás jelentik elsősorban, és nagy örömünkre szolgál, hogy a KBTS javaslatának megfelelően a kormány egy újabb pályázatot írt ki immáron települési önkormányzatok részére. Szuhocki Gábor hozzátette, a jövőben tehát elkészülhetnek a települési klímastratégiák, a településen átívelő kampányok, valamint feladatuk lesz még a különböző szakkörök, akciók és tanulmányutak szervezése is. Nyár elejére befejeződik a nyíregyházi szabadtéri színpad felújítása, amely a kormány Modern Városok programja keretében közel 1,2 milliárd forintból valósul meg. A beruházás részeként a legkorszerűbb fény- és hangtechnikát szerelik be, új színpad és nézőtér épül, utóbbit 950 fősre bővítik a korábbi 846 helyet.
A nyíregyházi szabadtéri színpad rekonstrukciója és az úgynevezett kiserdők területének funkcionális bővítése összesen több, mint 1,2 milliárd forintos beruházás. Ez azért vált szükségessé, mert a színpad műszakilag leromlott állapotban volt, és nem felelt meg sem a kor, sem a hely igényeinek. Ez a projekt ez két részből áll, önmagában véve a szabadtéri színpad teljes rekonstrukciójából, egy nagyon szép környezetben elhelyezve, illetve az úgynevezett kiserdőknek, amely a Géza, Mák utca és Hunyadi utcának a találkozásánál van. Ennek a megújítása, új fákkal való betelepítése és olyan közösségi térnek, játszótérnek, kis kalandparknak a kialakításával, ahol a kisebbek és a nagyobb bacskák is megtalálják a számításukat. Másfelől pedig ugye kicsit növelve Nyíregyházának a zöld felületét a új fák telepítésével megpróbáljuk elősegíteni az egészségesebb környezetnek a kialakítását. A nyíregyházi az ország második legnagyobb szabadtéri színpada, első helyen a budapesti Margit-szigeti szabadtéri színpad áll. Ezért is volt fontos a korszerűsítés, amely számos újítással várja majd a közönséget. A legnagyobb különbség az mindenképpen a nézőtérben, illetve a színpad méretében és felszereltségében várható, de a kiszolgáló helységek is teljesen megújulnak. Gondolok itt többek között az öltözőkre, pihenőhelységekre, díszlettároló raktárakra, és nem utolsó sorban a vizes blokkokra, amik a női része meg háromszorozódnak, tehát azok a sorbanállások, illetve problémák elvileg ezzel meg fognak oldódni, amik a múltban voltak. De a nézőtérnél is azért viszonylag jelentős, 846-ról 987-re fog emelkedni a férőhelyek száma, és olyan csúcstechnikával lesz ellátva hangban, fényben és színpadtechnikában a szabadtéri színpad, ami a korábbi évekhez képest nagyon komoly változást fog jelenteni. A megújult szabadtéri színpad nyitó előadása augusztus 18-án a Szente Vajk rendezte Meseautó című zenés vígjáték lesz. A rendező már nem először dolgozik a Nyíregyházi Színház társulatával. A tavalyi évadban a Hello Dollyt, az idejében pedig a Sherlock Holmes rendezte. Szente Vajk harmadik helyi darabjában helyet kapnak a mára már mítosszá vált karakterek, szófordulatok és dalok. A darab vendégszereplője lesz például a Holnap Talit című tévésorozatból jól ismert Kovács Vera, de Szűcs János bankigazgató szerepében a társulat oszlopos tagja Gulácsi Tamás tűnik majd fel. Az ő kapcsolata a rendezővel évekkel korábbra nyúlik vissza. Mind a ketten Békés Csabaiak vagyunk, és Békés Csabán működik egy amatőr színjátszó csoport, amit a Csabai Színi Stúdiónak hívnak, és a Vajknak az apukája alapította, úgymond, és ott mind a ketten tagok voltunk, vagy mind a ketten jártunk oda. És nagyon sokat jártunk fellépni, előadásokat is csináltunk. Mi leginkább ilyen zenés fellépéseken, a musicaleket, ilyen nosztalgia slágereket énekeltünk, ott léptünk fel együtt. De hát akkor még ugye ez a 4 év, vagy nem is tudom, 3-4 év korkülönbség azért az, ebben az időszakban még úgymond jelentősebb, hogy úgy mondjam. Tehát mi mindig a nagyok, ők voltak a nagyok, még Sánta Laci valaki szintén Madách Színházban is szerepelt, meg Operett Színházban. Úgyhogy hát érdekes találkozás lesz mindenképpen. A Meseautó olvasópróbái jövő hét szerdán kezdődnek. A nyitó előadásra május 2-ától lehet megvásárolni a jegyeket a Móri Zsigmond Színház jegyirodájában. Cukrászok versenyeztek a Sipkai Barna Szag gimnáziumban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarán belül működő cukrász és pékmester szakmai tagozata első alkalommal rendezte meg a Szabolcsi Cukrászkupát, amelyen a megye cukrász tanulói tortadíszítésben mérhették össze tudásukat. A verseny résztvevői és tortáik már készen állnak a zsűrik szigorú bírálatára. Több mint 2,5 óra állt rendelkezésre a versenyzőknek, hogy elkészítsék incsiklandozó édességvariációikat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara által megrendezett első szabolcsi cukrászkupára. A zsűri tagjai a cukrász és pékmester szakmai tagozat tagjai, akik a szakmájukban számos elismerést szereztek, ezáltal kellő példaképek lehetnek a jövő cukrászainak. Szabó Sándor mester cukrász elmondta, itt a versenyen mindenki nyertes, függetlenül attól, hogy hanyadik helyen végez. A mai napnak a feladata egy disztorta készítése volt, a témakör meg volt határozva a tavasz jegyében,
Itt elsősorban azt veszük figyelembe, hogy ki milyen alapanyagot választ a díszítéshez, mennyire tud mesterien bánni azzal az alapanyaggal. Azon kívül az egész tortának egy témaköré kell, hogy épüljön, így minden alkotórész, minden díszítő elem a köré kell csoportosítani. Azon felül vannak a technikai megoldások, amik csak akkor kerülhet rá a tortára, amikor tökéletesen van kivitelezve. Szabó Sándor szerint a versenyzők felkészülten érkeztek az első szabolcsi cukrászkupára, de csak a legjobb vihette haza az elsőnek járó nyereményt és kupát. Véleménye szerint mindenki tanult valamit a versenynek köszönhetően, és sok tapasztalatot szereztek a fiatal cukrásztanulók. Sárát már régóta érdekli a cukrászat, jelenleg másodéves cukrászhallgató, az első szabolcsi cukrászkupát ő hódította el. Egy fehér csokoládés doboskrémmel töltöttem meg, amit erdei gyümölcsel ízesítettem, és ezt a tortát összesen 3 óra alatt lehetett befejeznünk, tehát addig kellett leburkolnunk, és az összes dekorációt rá kitalálni, és feldíszíteni, és prezentálni a zsűri előtt. Sárának nincs kedvenc édessége, leginkább készíteni szereti a süteményeket, és fontos számára, hogy minőségi alapanyagokkal dolgozzon. Azonos szintre kell hozni a különböző képzési területeket, egységes képzési reformra van szükség a magyar kézilabdában, mondta Zsiga Gyula, a szövetség szakmai igazgatója Nyíregyházán. A szakember 2 napos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei látogatásán Kisvárdán és Fehérgyarmaton is találkozott a sporták képviselőivel. A kézilabda az egyik legnépszerűbb sportág Magyarországon, a válogatottak és a klubcsapatok sikerei hatására nagyon sok fiatal veszi kezébe a labdát. A szövetség szakmai igazgatója Zsiga Gyula országjárása során igyekszik tapasztalatot cserélni a képzésben érintett szakemberekkel, annak érdekében, hogy egységes irányelvek alapján neveljék a fiatalokat a pályán és azon kívül is. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy olyan nevelési és fejlődést lélektani dolgok is bekerüljenek a képzésbe, amelyeket sokan úgy vélnek, hogy nem annyira fontos, és a hétvégi mérkőzésekre való győzelmi mámorban úszva próbálják taktikai jelleggel megtölteni az edzéseket. Nekünk nagyon lényeges az, hogy kicsi sportember palántákat neveljünk, és majd idővel ők legyenek majd jó kézlabdások, nem fordítva, hogy jó kézlabdások legyenek serdülő szintig, és aztán mire felnőttek lesznek, kiégnek a sportágból. Mi az utánpótlás nevelésnek a stratégiát ebben látjuk, hogy lehetőség szerint azonos szintre hozzuk a különböző képzési területeket, független attól, hogy ez most kis település, nagyváros, vagy tradicionálisan nagyklub, vagy kisklub. Nagyon lényegesnek tartjuk azt, hogy az általunk kitalált, vagy megálmodott szisztéma szerint egységes képzési reformot hajtsunk végre. Az elmúlt év végén létrehozott szakfelügyelői rendszer feladata a szakmai mentorálás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 196 regisztrált utánpótláskorú kézilabda csapat van, amelyeket Falcsik Miklós és Rácz Sándor igyekszik segíteni. A Stahóban feltüntetett csapatokat, teljesen a felnőtt csapatig az utánpótlás teljes vertikumát kell látogatnunk, és egy-egy ilyen látogatás során az ott folyó csapatnak a korosztályhoz mérten megszabott és elvárható edzés munkáját kell, illetve az edzést tartó kollega vagy kolléginának a edzés vezetéssel kapcsolatos pedagógiai szakmai dolgait kell nekünk mentorálni, észrevételezni, kisegíteni, előrehaladásukat segíteni. Zsiga Gyula Nyíregyháza mellett Kisvárdán és Fehérgyarmaton is tekintett meg edzéseket, valamint egy szakmai fórumon találkozott a megyében dolgozó szakemberekkel. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét támogatói szerződést kötött 3 fiatal sportolóval egy megyebeli pénzintézet. A magasugró Bakosi Péter, az asztali teniszező Laskai Íris és a golfozó Závacki Bálint felkészülését és versenyeztetését 1 éven keresztül segíti a pénzbeli támogatás. A Szabolcs Takarék 2011-ben döntött úgy, hogy a megyében egyedülálló kezdeményezésként segíti 3 fiatal sportoló felkészülését és versenyeztetését. Bakosi Péter és Závacki Bálint már akkor ott volt a kedvezményezettek között, míg Laskai Íris 2 éve csatlakozott a programhoz. A 3 sportoló ma írhatta alá azt a szerződést, amelyet a társadalmi szerepvállalást és a helyi értékek támogatását szem előtt tartva készített el az egyesülések után már új néven szereplő pénzintézet. A fiatal sportolókon is látszik, hogy szeretik ezt a programot, és évről évre összefoglalóan beszámolhatnak ezekről az eredményekről, és mi nagyon büszkék vagyunk rájuk.
Bakosi Péter számára az év fő versenye a berlini Európa-bajnokság, amelyre 226 cm a nevezési szint. A nyíregyházi magasugró egy dél-afrikai edzőtávot követően jelenleg hazai környezetben készül. Végül a magyar válogatott mellett döntöttem, velük mentem ki edzőtáborban, nagyon jól sikerült, már egy kicsit nehéz volt, mivel edző nélkül voltam kint, ott végül is megkértünk egy szakembert, aki már viszonylag ismert engem, Szabó Dezsőnek hívják, ő segítette kint a munkámat, amikor kellett mondjuk esetleg technikai részben, de nagyon sok technikai rész nem volt, mivel ez a része az felkészülésemnek a munkáról szólt, nagyon sok munkát végeztem el kint. Jó erőbe jöttem haza, egy kis felesleg van rajtam, de ez nem olyan nagy probléma. Jelenleg itthon már elkezdtük a technikai részt, nagyon jól megy. Jelenlegi technikai edzésen is azt mutatják, hogy hatásos volt ez az edzőtábor. Závadszky Bálint több felnőtt és junior nemzetközi tornán végzett az éren az elmúlt évben, a jövő héten pedig már Marokkóban képviseli a magyar színeket a fiatal golfozó. A most következő héten fogunk utazni a gimnáziádéra. Ez a gimnazistáknak a nyári játéka, ez igazából egy kisebb olimpia. Azután pedig több külföldi versenyre is, U16-os kategóriában, vagyis most a kategória tetején, a The Junior Open, valamint a 16 éveseknek a világbajnoksága, a European Young Masters, ezekre mind a kettőre a Magyar Golf Szövetség engem választott, hogy engem fognak kiküldeni. Ez is egy nagy tisztelet, hogy engem választanak, és én képviselhetem Magyarországot ezeken a rendezvényeken. A harmadik támogató sportoló, az asztali teniszező Laskai Íris, a serdülő válogatott tagjaként több nemzetközi tornán indulva készül fel az augusztusi kolozsvári Európa-bajnokságra. Napra pontosan 20 évvel ezelőtt, 1998. április 25-én szerezte meg története első és, mint később kiderült, egyetlen bajnoki aranyérmét, az NVSC Szabolcs Gabona. A Botos Ferenc által irányított két kubai légióssal felálló nyíregyházi férfi röplabda csapat a döntőben a Kaposvárt múlta felül 3-1-es összesítéssel. Ma 20 éve zsúfolásig teltház volt a bújtosi csarnokban, a nyíregyházi férfi röplabda csapat ugyanis 2-1-es előnnyel várta a három nyert meccsig tartó Kaposvár elleni párharc negyedik mérkőzését. Az NVSC Szabolcs Gabona a Szeged elleni elődöntőt 3-0-ás söpréssel tudta le, és a döntő elveszett első meccse után kétszer is legyőzte a Kaposvárt. A negyedik találkozón szettenként 8, 6 és 5 pontot engedélyezett ellenfelének a Botos Ferenc által irányított házigazda, akkor még 15 nyert pontig tartott egy játszma, így a 3-0-ás siker Szabolcs-Szatmár Bereg megye első labdajátékban szerzett felnőtt bajnoki címét jelentette az NVSC Szabolcs Gabona számára. Az első meccsen, viszonylag szoros meccsen kikaptunk Kaposváron, a másodikon teljesen egyértelműen nyertünk, hát és igazándiból nagyon nagy bravúr, az a harmadik mérkőzés volt, ott 3-2-re nyertünk, és se előtte, se utána nem nyertem Kaposváron, és aztán hát itthon már akkor benne volt a levegőben. Sőt, reggeli edzésen már a nagy pezsgőket is bevittük a bújtosiba, úgyhogy hát és 3000 ember jött, óriási nagy dolog volt. És nem is gondolom, már 20 év telt azóta, hihetetlen, hogy még mindig minden úgy emlékszik az ember. Azt hiszem, hogy hát a pályafutáson a legnagyobb sikere volt az itteni döntő. A két kubai légiós, José Álvarez Coutinho és Ernesto Rufin Martínez mellett Bugyi József, Horváth Géza, Horváth László, Pampuk Csaba, Toronyai Miklós, Zádor Zoltán, Zajác András és Veres Péter volt tagja a bajnok csapatnak. Az akkor 19 éves Veres Péter később Olaszországban, Spanyolországban, Oroszországban és Lengyelországban is komoly sikereket ért el, de máig a nyíregyházi mezben szerzett aranyérmet érzi leginkább magáénak. Életemben szerintem nem csak nekem, hanem mind a társaimnak is az első aranyérem a megszerzés, ez egy olyan nagy elismerés volt szülővárosunkban, mert tényleg olyan csapatról beszélünk, hogy a csapat nagy része nyíregyházi játékosból állt, illetve még azt jobban szűkítve, ez egy ilyen árokutcai és poroló környéki banda. Tehát elsősorban az, és maga a hangulat, amit a bújtos csarnokban volt akkor. Az NVSC Szabolcs Gabona két évvel később ismét bejutott a döntőbe, akkor azonban alul maradt a Kaposvárral szemben. 2003-ban pedig anyagi gondok miatt megszűnt a csapat. Az akkori keretből Toronyai Miklós ma is az élvonalban játszik, a feladó a Kazincz Barcikával készül a bajnoki fináléra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
bemutatták a települési önkormányzatok számára készített megyei klímastratégiát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei klímastratégia fő célja, hogy a társadalmi és gazdasági szereplőket felkészítse a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra, valamint a szükséges intézkedések és beavatkozási irányok meghatározására. A klímastratégia az éghajlatváltozás mérséklése mellett a változáshoz való alkalmazkodást is elősegíti. Nyár elejére befejeződik a nyíregyházi szabadtéri színpad felújítása, amely a kormány Modern Városok programja keretében közel 1,2 milliárd forintból valósul meg. A beruházás részeként a legkorszerűbb fény- és hangtechnikát szerelik be, új színpad és nézőtér épül, utóbbit 950 fősre bővítik a korábbi 846 helyet. Cukrászok versenyeztek a Sipkai Barna szakgimnáziumban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarán belül működő cukrász és pékmester szakmai tagozata első alkalommal rendezte meg a Szabolcsi Cukrászkupát, melyen a megye cukrász tanulói torta díszítésben mérhették össze tudásukat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 25-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap lehűlés várható. Csütörtökön ugyanis újabb hidegfront érkezik. Jelentősebb mennyiségű csapadékot nem hoz, és már a hétvégére a nyárias jellegű idő is visszatér. Az előttünk álló éjszaka első felében gyengén felhős idő várható, majd éjféltől megnövekszik a felhőzet. Kis eséllyel néhol zápor előfordulhat. A délnyugati, majd az északira forduló szél időnként megélénkül. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kisebb eső, zápor is várható. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Pénteken nem várható csapadék, szombattól kezdődően azonban a délutáni, esti órákban szorványosan kell záporra, zivatarra számítani. Pénteken még csak 20 fok körül alakul a hőmérséklet, majd szombattól már 25 fok körüli értékekre készülhetünk a legmelegebb délutáni órákban.